A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét itt az ünnepi beszélgetésekben, és ahogy azt már megszokhatták ebben az időszakban, napról napra, estéről estére jelentkezünk ezzel a beszélgetéssel itt a Fehérvár Televízióban, és egy kicsit évet értékelünk stúdiónk vendégeivel. Sok szeretettel köszöntöm Törő Gábor országgyűlési képviselőt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Nagyon mozgalmas volt a 2022-es esztendő. Azt hiszem, hogy tavaly is valahogy így kezdtük, akkor egy pandémia fémjelezte az évet, de hát az idei esztendőben is volt bőséggel kihívás. Hát azt tudom mondani, hogy minden év mozgalmas. Ha a hagyományaimat nézem, akkor a páros esztendők mindig mozgalmasabbak számomra, mint a páratlan évek. A 19-es valóban mozgalmas volt, és mozgalmas volt a 21-es év is, de mindig más-más szempontból. A 22-es év az nekem tele volt örömmel, de volt benne azért bánat is. Az öröm az, hogy akkor töltöttem be a 60. életévemet, így fordultunk rá a választásokra márciusban, majd áprilisban sikerült megnyerni, országosan is ragyogó eredményt értünk el. Öröm az, hogy mind a fiamnál született egy kisfiú augusztus 4-én, a lányomnál született szintén egy kisfiú augusztus 22-én, egyszerre lettem dupla nagypapa, úgyhogy így hangolódtunk rá a karácsonyra, ami szintén öröm, mert ki kellett cserélni egy 4 személyes asztalt egy 8 személyes asztalra, hogy körbe tudjuk ülni. Tényleg fontos és meghatározó pillanatok ezek. Hogyha egy kicsit az évelétől elkezdjük áttekinteni az esztendőt, akkor hogyan látja, hogy indult a 2022-es év? Azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan politikusként és családapaként készültem arra, hogy versenyezzünk és győzzünk a politikába, hogy tudjam képviselni továbbra is a választókat. Családapaként meg hát egy kicsi félelem töltött el, mert tudtam, hogy vélhetően baba érkezik duplán, és hát bíztam benne, hogy egészségesek lesznek, mert hisz az a legfontosabb. Az év eleje az természetesen tudjuk, hogy jól indult, de aztán elindult a februárban a orosz-ukrán háború, és az mindent megváltoztatott. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez a legnagyobb negatívum, ami rányomta erre az esztendőre a bélyegét. És talán sokan bíztunk abban, hogy decemberben már nem arról fog az ember beszélgetni így az év vége felé, hogy ez még mindig tart, hanem azt gondoltuk, hogy a béke beköszönt. Igen, és én abban bíztam, hogy minél előbb befejezik, és hát valljuk be, február, március, áprilisban fogalmunk se volt még akkor, hogy milyen hatásai lesznek ez az emberekre, a megélhetésre, az inflációra. A szankciós politika hogyan tesz keresztbe az egész országnak, egész Európának, az egész világnak. Hát aggodalommal tölt el, és bízom benne, hogy az erőfeszítéseink abban az irányba, hogy béke legyen, be fog következni, hogy ezt magunk mögött tudjuk. Igen, viszont most már látjuk és szembesültünk a hatásokkal is. Ez sok-sok kihívást jelentett, gondolom, a munkában is önöknek. Hát nagyon aggasztó volt az egész, szerintem az egész társadalomnak. Egyrészt ugye meglódult az infláció, mindenki látta, hogy a drágulásokat. Láttuk azt, hogy nem biztos, hogy tudunk mivel fűteni. Nem tudtuk, hogy lesz-e energia a háztartásoknak. A családokat mindenképp megszerettük volna, mindené is ezért lépéseket tettünk. Bevezettük különböző ársapkákat az energiánál, a gázolaj, benzinnel, a különböző tartós élelmiszer cikkeknél is, illetve a mindennapi megélhetéshez szükséges élelmiszeri cikkeknél, és ezt folytattuk is tovább. Hát úgy gondolom, hogy mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a magyar emberek a nagy megrázkoltatások nélkül tudják ezt az időszakot átvészelni, és ez úton még van teendőnk. Igen, és ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, minden magyar család 180 000 forint körüli összeget kap tulajdonképpen a rezsitámogatásban.
Igen, ez egy hihetetlen erőfeszítés. A legfontosabb az, hogy a szankciós politikát azt próbálja Magyarország úgy kikerülni, hogy a magyar emberek érdekeit tudja védeni. Minden konfliktusunk Brüsszelre azért történt, hogy a magyar érdeket minél erőteljesebben tudjuk képviselni, és hát itt a karácsony, mi még egyezés, abba biztosít minket, hogy jó úton járunk. Talán ez az időszak másra is rávilágított, hiszen azért azt is elmondhatjuk, hogy széleskörű társadalmi összefogás volt azért, hogy segítő kezet nyújtson a menekülteknek, a háború elől menekülő embereknek, hazánk is, vagy akár a térségünk. Azt tudom mondani, hogy egész Magyarország példamutatóan járt el a menekültügyben. Szűkebb Pátriánkba választókerületben, úgy Székesfehérváron és a kis településeken is nagy volt a befogadókészség. Számtalan településen voltam, a legkisebbtől, Nagybelektől a legnagyobbik, Székesfehérváron, Mór, Polgárdél, mindenhol a lakosság a menekültek mellé állt és támogatta őket anyagilag is, erőforrásokkal, élelmiszerekkel, ruhával, hatalmas raktárkészleteket halmoztunk fel, és azt szét is osztottuk. És hát nyilvánvalóan abba bíztunk, hogy ez le fog csengeni, de hát a mai híreket is nézzük, egy hétvégén bizony 10 000 száma jönnek, és hát sajnos nem látjuk ennek a végét. Az egy fontos kihívás és feladat lesz akkor a jövőre vonatkozóan is, mondhatjuk azt. Gondolom, hogy Magyarország példamutatóan járt el, a magyar emberek kitettek magukért. Úgy gondolom, hogy az egész szankciós politika is megváltoztatta az életünket, és bízom benne, hogy ezt a politikát a brüsszeliek is észreviszik, hogy nem jó irány, és változtatnak rajta. Úgy gondolom, hogy nem csak Magyarország, de most már más ország is csatlakozott ehhez az úthoz. Ahogy beszélgetésünk elején ön is említette, ez az esztendő tartogatott nehézségeket is, de voltak örömteli fontos pillanatok is. A térség életében, hogyha ezeket a mérföldköveket nézzük, akkor hogy látja, hogy milyen fontos beruházások, fejlesztések, előrelépések történtek meg? Ketté kell választanom, hogy hogyan élik meg a településeken ezt az emberek. Még az év első felében valóban mentünk, szalagot vágtunk, átadtunk járdát, utat, óvodát, intézményt, iskolafelújítást, egészségügyi felújításokat, és ezt az emberek jól vették, szívesen fogadták. Úgy az év második felében elbeszélgetve a választóikkal azt tudom mondani, hogy előtérbe helyeződött a saját családjuknak a jövője, a megélhetésük, a mindennapi falatok, egy kicsit a keresztény gondolkodást is idehozzam, és úgy gondolom, hogy azok a inflációs kérdések, amelyek most foglalkoztatnak minket, az hosszú távon befolyásolja az emberek érzéseit. Sokkal a bizonytalanságot sokkal rosszabbnak látják, mint ahogy a pozitív irányú fejlesztéseket. Előtérbe kerül az emberek szemébe a saját családjuk, a gyermekeik, a szüleik biztonsága. Ezt hangsúlyoznom kell mindenképpen. Ezek a kérdések is merülnek fel, akkor gondolom a különböző találkozásokon, hogy milyen segítséget tudnak igénybe venni. A második fél év gyakorlatilag erről szólt. Erről szólt a választókról, de erről szólt a kis települések vezetőiről is, hogy fognak világítani, fog-e működni a közvilágítás. Ha van egy közétkeztetés a településen, az hogy fogja működtetni, gázrezsók vannak, mivel tudja kiváltani, ezek kerültek előtérbe. Ebbe a fél évben azt tudom mondani, már nem azt foglalkoztatta őket, hogy milyen járdán mennek be az intézménybe, hanem hogyan tudják működtetni. És megértéssel kell az ilyet fogadni, és úgy gondolom, hogy a kormány a rezsi alapból minden települést fog tudni támogatni, aki látszik, hogy mindent elkövetel annak érdekében, hogy valóban a működőképességét fent tudjuk tartani. Ne felejtsük el, hogy a tél nagy része még előttünk van. Ugye ezekkel a hírekkel folyamatosan találkozhatnak akár az ön közösségi oldalán is, mert minden ilyen fontos döntésről tájékoztatta a kis településeket, akár a kisboltokat érintő támogatásokról is számos ilyen példát tudnék még hozni. Így van. Hát gyakorlatilag közösen a munkatársaimmal felmérést készítettünk például a 2000 fő alatti településeken, hogy melyen
kisboltnak a létkérdése hogyan oldható meg úgy, hogy kormányzati támogatást kapjon, és ezt sikerült is megszerezni. Úgy gondolom, hogy a jövőben is ez a politika, ez az aktív politika része lesz a mindennapi munkánknak, de ugyanúgy el tudom mondani, ahogy Cserpalkovics András elmondta a székesfehérvári uszodánál, hogy annak a bezárásától el tudtunk tekinteni, mert kormányzati támogatást kapott, a Móri uszoda ugyanígy járt. Az első utolsó negyedében most kaptunk 44 millió forintot a működtetésre, ami gyakorlatilag fedezte a pluszköltségeket, és bízom benne, hogy a mostani tárgyalások oda fognak vezetni, hogy a jövő első negyedévet is ugyanígy át tudjuk vészelni. Ne felejtsük el, hogy rengeteg gyermek jár oda, tanúszodába, ott tanulnak meg az óvodások úszni, majd a csapatsportágak is, a vízi sportágak is ott edzenek, tehát ezek is azok a körülmények, amelyben kormányzati támogatásra tudnak számítani a települések. Dolgozunk azon közösen, hogy minden településnek a megélhetése biztosított legyen. Ha a település meg tud élni, akkor tud segíteni az ott élő embereknek is a megélhetésbe. Erről szól a szociális tűzifa, erről szólnak a különböző szociális támogatások, hogy átvészeljük ezt a rendkívül nehéz időszakot. Mondhatjuk akkor, hogy a stabilitás és az összefogás az egy ilyen hívó szó lehet az elkövetkező időszakban is? Véleményem szerint igen, és igény is van rá. Nagyon sokan keresnek, és azt tudom mondani, hogy az embernek szinte napra készen kell lenni információkkal, hogyha probléma van, hogyan tudják megoldani. Csak mondok egy egyszerű példát. A Bodajkon, a Bab Kft. Látjál a környező településeknek is az iskolai és közétkeztetését, de már most megkapta a januári számlát, amit még fel sem használt, és a többszörös díját kell befizetni. Nyilvánvalóan azonnal hívott a polgármester, felvesszük a kapcsolatot a kormánybiztossal, aki ezt kezelni fogja, és megkeressük a megoldást, hogy tartsuk fenn a működőképességet. Az nem lehet, hogy egy étkeztetés ne zajoljon le ez iskolában, mert valamilyen közétkeztető intézményt be kellene zárni, úgyhogy ezt támogatni fogjuk. Vagy gondolom az sem, hogy óvodába, bölcsödébe, vagy iskolába mondjuk ne legyen fűtés, vagy bármiféle egyéb a közékeztetésen túl akadály legyen. Hát az iskolák eleve ugye a fenntartó az állam, azt az állam ezeket a költségeket viseli. Az óvodáknál hál' Istennek nagyon sok település az elmúlt időszakban Magyar Falu programban és egyéb pályázatokban már elve telepített napelemet, így azt tudom mondani, hogy nagyon sok település ezt sikerül átvészelnie, és hát a mostani pályázati, energetikai pályázati kiírásoknál is előnyt élvez az energiatakaró takarékosságnak a bevezetése, napelem projektek, hőszivattyúk, ezekre lehet pályázni. Most is folynak a kiírások. Mikor ideérkeztem, akkor is egy település polgármestere épp nálam volt, és ajánlottam neki, hogy nézze a pályázatokat, mert lehet pályázni. Neki pont nincs napelem az óvodáján, Kincsesbányán. Én bízom benne, hogy pályázni fognak, és minél előbb meg tudják építeni, mert a költségeket ezzel tudják csökkenteni. De lesznek olyan pályázati lehetőségek is, ahol például az MVM-mel közösen tudnak pályázni, vagy más energetikai cégkel közvilágításnak a korszerűsítésére, és hogy mondjuk egy ledes világítást bevezetnek, akkor mintegy 40%-kal tudják csökkenteni az áramszámlát. Az egy Székesfehérvár nagyságrendű településnek nem elhanyagolható rész. Akkor mondhatjuk azt, hogy a pályázatok szempontjából meg egy kicsit így előre kell gondolkodni, és mindenképpen az energiatudatos gazdálkodás felé kell elmozdulni, mert ez egy kicsit így előre menekülés is. Igen, ami az én információm az, hogy át is alakított a kormányzat ezeket a pályázati lehetőségeket, terelve arra mind a lakosságot, mind az önkormányzatokat, hogy az energiatakarékos beruházások felé fordítsák a figyelmet. Hát úgy néz ki, hogy ezt hosszú távon számolni kell, hogy a költségek sajnos megnőttek. Ugye említette, hogy a település vezetőkkel folyamatos napi szintű a kapcsolat, de bizonyára érkezett visszajelzés önhöz a gazdasági élet szereplői részéről is. Ők hogyan tudják ezt a helyzetet átvészelni, vagy a gazdaság jelenlegi állásáról mit lehet tudni? Hát azt tudom mondani, hogy a legfontosabb a munkahelyek megőrzése. Tehát tudjuk azt, hogy Fejér megye munkanélkülisége a legalacsonyabb majdnem az országban, talán 2% körül van. Még a délebbi rész
Sárbogárd környéke, ahol rég 2010 körül még 13-14% volt, ott is most is 4% alatt van. Tehát azt gondolom, hogy jelen pillanatban úgy állunk, hogy aki akar dolgozni, az tud is. A gazdaságpolitika abba az irányba viszi a cselekvőképességét, hogy a kis és középvállalkozásoknak a támogatása akár hitelformájába, akár egyéb könnyítésekkel megoldódhat. Gondolok itt a turizmus támogatására, annak érdekében, hogy ne kelljen napi hozzájárulást befizetni, azt a 4%-os adókulcsot eltörölték, de más tényezőkkel is, onnan energiahatékony tényezők támogatásával támogatjuk a gazdaságot, amely biztosítja azt, hogy ne kelljen elbocsátani embereket, és tovább tudjanak lépni. Ebben nagyon fontos, hogy a versenyképesség megmaradjon az ilyen energiaárak mellett. Hát nem lesz egyszerű feladat, de úgy gondolom, hogy a pályázati feltételeknek, aki meg tud felelni, az a megélhetését hosszú távon is biztosítani tudja. Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy a magyar gazdaság előre menekül annak tekintetében, hogy olyan beruházások jönnek Magyarországra, mely alapján vonza majd a kis és középvállalkozásoknak a beszállítási lehetőségeit, és ez hosszú távon fent tudja őket tartani. Gondolok itt az elektromos autóiparra, azok köré pedig települnek a különböző akkumulátorgyárok, akár Fejér megyénél, a Iváncsa környékén, de Debrecen környékén is, és hát ez vonza a további fejlesztéseket. Én bízom benne, hogy ezen a pályán tudunk maradni, és Magyarország ki fog maradni abból a recesszióból, ami fele egész Európai Unió halad. Akkor mondhatjuk, hogy ezek a kitörési pontok azért úgy látja, hogy megvannak. Hát bízunk benne, hogy ezt lokálisan Magyarországot nem fogja annyira érinteni, mint az Uniót. Pozitív gazdasági növekedésben gondolkodunk, ha ez megérjük jövő évbe, akkor Magyarország egy olyan verseny előre szert, amely hosszú távon biztosítja a gazdasági fejlődést. Mik a tapasztalatok egyébként a gazdasági élet szereplői részéről, a vállalkozások részéről, megvan a nyitottság, érdeklődnek a pályázati lehetőségek iránt? Önhöz biztosan érkeznek ilyen jellegű megkeresések, kérdések? Igen, és hát azt tudom mondani, hogy különböző bővítésekkel reagálnak. Vannak olyan cégek, ahol áttevődik az üzleti lehetőségekre, tehát nyitottabbá válnak, próbálnak export fele orientálódni, mert hisz az komoly támogatást kaphat az a cég, amely olyan terméket tud előállítani, amellyel importot tudunk kiváltani, mert most az nagyon megdrágult. Ezekre a fejlesztési forrásokra próbálnak ráállni. Ha megnézzük, kisebb vállalatot mondok, mondjuk Móron az Erfa, de Székesfehérváron is van neki telephelye. Ő is az üzleti tevékenységét bővíti, hogy nem csak a gyártásba vesz részt, hanem egy kicsit bővíti a profilját, hanem az eladásban is, és ezáltal több lábon tud állni. De tudok olyan mezőgazdasági vállalkozást, és aszályos év után vagyunk, aki eddig földműveléssel foglalkozott, de rájött arra, hogy nem csak a földművelés lábon kell megállni, hanem mondjuk a szalmát szállít be, bálázott szalmát szállít be a dunaújvárosi papírgyárra, és ha aszályos időszak van, akkor felém jelezte, hogy hála Istennek, hogy van egy másik üzletágam is, mert azzal tudtam egy kicsit kompenzálni a bevétel kiesést. És ha mondjuk egy 40 embert foglalkoztat, ne felejtsük el, hogy egy munkahely is számít, hát 40 ember meg még többet. Akkor az ilyen komplex gondolkodás mindenképpen meghálálja magát. Így van. Hát, és látszik a vállalkozásokon, hogy ha azt látják, hogy egy kitörési pont az nem megfelelő, akkor tudnak váltani is. Tehát a rugalmasságot észlelem minden vállalkozásnál, keresik a lehetőségeket. Nyilvánvalóan ehhez meg kell találni azokat a forrásokat. A gazdasági kormányzatnak meg az a feladata, hogy ezt biztosítja, és ezt meg is teszi. Ugye a turizmust már érintőlegesen szóba hoztuk a támogatások szempontjából, de hogy látja, mennyire vonzó a térség turisztikai szempontból? Nyilván fejlesztések történtek kedvező irányok, sokan látogatnak ide? Hát azért Fejér megye egy szerencsés helyzetben van annak tekintetében, hogy több autópálya is érinti.
átmenő forgalom is nagy, és ha úgy veszik észre a magyarok, és nem csak a magyarok, hanem aki a turizmusban, a turizmus piacán meg akarja találni a számítását, az meg tud állni Székesfehérváron, meg tud állni Velencei tó környékén, meg tud állni a Sárbogárd környékén a horgászati lehetőségekkel, meg tud állni az Egyhek környékén, meg tud állni Mór, meg tud állni a Bakony és a Vértes között, a kastélyprogramokban ragyogóan szerepeltünk, meg felújításra került a Bodajki kastély, a Bodajki kegyhely. Hát a Bodajki kegyhely ez egy ilyen kuriózum lett, az szintén egy országosan azt tudom mondani. És hát nagyon fontos, ezt még talán sehol nem mondtam el, hogy az egyház átmegy egy olyan fejlődésen, hogy azt látja, hogy egy olyan tevékenységgel bővíti a keresztény kultúrát, amely vonzza a keresztény turizmust. Tehát nyilván vasárnaponta bemennek a templomba és imádkoznak, de maga a körülötte lévő park, a szobrok, a templom alatt lévő pince, az urnafal mind olyan látványt nyújtanak, hogy azt mindenki meg akarja tekinteni, már csak azért is, mert Székesfehérvárról Szent István oda járt ki imádkozni. Magyarország legősibb kegyhelyéről beszélünk. Legősibb kegyhelye, szinte előbb jártak oda imádkozni, mint megépült volna itt Székesfehérváron a legelső templom. Én azt tudom mondani, hogy az a Magyarország ékessége. Beleszembe meg ott van a Fehérmegy egyetlen középkori vára, Csókakői vár, ami szintén egy felújításon megy keresztül. 8 kilométer ott van a Károlyi kastély, és ha jövünk erre Iszka-Szentgyörgy felé, szintén egy kastélya találkozunk. És hát akkor, ha már beszélünk Fehér megye másik részéről, ott van a Nádasladányi kastély, ami szintén csodálatos lett. Csodálatos. Tehát én már többször voltam, sorok állnak, hogy be tudjanak oda jutni. Azt tudom mondani, hogy hát az aranybulla időszakában pedig Székesfehérvárra egy olyan kulturális programmal lép elő, amely szerintem vonzza a turistákat. Én bízom benne, hogy a turizmusból élők is ezzel jól fognak járni. Itt lesz az atlétikai világbajnokság Budapesten, már most látszik, hogy néhány nap alatt 50 ezer jegy elkelt. Ezek nem csak Budapesten, ezek az itt lévő idejövő emberek nem csak Budapesten fognak lenni, hanem körbe akarnak nézni, meg akarják nézni a királyi várost, meg akarják nézni a borvidékeket. Egyeken megnézik mondjuk a filmstúdiót, csak kijött belőlem, bízom benne, hogy előbb-utóbb a Velencei tó vízgazdálkodása stabilizálódik és elő tudunk lépni. Én úgy gondolom, hogy itt vannak lehetőségek, én bízom benne, hogy a forrásokat jól fogjuk felhasználni, és fejlődés itt sem állhat le. Akkor mondhatjuk, hogy azért a 2023-as esztendőben optimisten igyekszünk bele lenni? Hát én azt mondom, hogy minden embernek legyen víziója, nekem van. Ezt a pozitív gondolkodást adjuk át egymásnak, és akkor az ország előre fog menni, nem hátra. Egy fontos időszakon vagyunk túl, engedje meg még így záró gondolatként, hogy egy kicsit a karácsonyról beszéljünk. Önnek hogy telt a karácsony? Milyen hagyományok vannak a családban? Hát már ültem ebbe a stúdióba, és mondtam, hogy én szoktam főzni karácsonykor. Ez most is így volt. Azt gondolom, hogy különböző fogások nélkül nincs karácsony. Nálunk ilyen az egyik mondjuk a sült kacsa. Vadászni is szoktam, így aztán egy vadpörkölt is a karácsony része, és természetesen a kiváló móri bor nem maradhat el az asztalról. Hát az, hogy ekkora körbe ültük meg, azt tudom, hogy az büszkeséget tölt el, mert a unokával tölteni a karácsonyt az egy boldogság mindenki számára. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. És boldog új évet kívánok. Viszont kívánok mindenkinek áldott békés új esztendőt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Ünnepi beszélgetésekkel természetesen jelentkezünk még itt az év hátralévő részében. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.